orvosnak is, a trénernek is, a Szinekhely főiskolának is is. Két holland cég mellett a Tréner Kft. Végezheti a leendő Wizzair pilóták képzését, és a kadétek elméleti oktatása a Nyíregyházi főiskolán történik majd. Erről tájékoztatta a sajtó képviselőit hétfő délután Horváth Péter. A Kft. Ügyvezetője elmondta, a légitársaság 15 cég közül választotta ki a nyíregyházi képzőhelyet, mert megfelelőnek találták a helyi műszaki és oktatói bázist. A sajtótájékoztatón az is kiderült, a két éves tanfolyamra 200-an jelentkeztek, közülük 12 főt válogatnak ki. A kadétek a Sandra Hotelban laknak majd, és a főiskolán szerzik meg az elméleti ismereteket. Gépbe is a helyi reptéren ülhetnek először, hiszen az egyik holland partner idehozza oktató repülőit. A hallgatóknak csak a szimulátor ismeretek elsajátítására kell néhány hétre Amsterdamba utazniuk. A Martinair ad 2-2,5 évig a képzéshez bizonyos repülőket, a képzés elejére, a közepén mi, és a végén szintén a képmotoros a Martinair adja. Ad egy darab holland oktatót, a többit mindent, a repülőteret, a többi repülőgépet, az elméleti képzést mindent a tréner biztosít, és a másik holland partnerünk pedig a képzés végén biztosítja a full flight szimulátort, amin a típus átképzést végzik. A nyíregyházi képzéssel az utánpótlást kívánja megoldani a Wizzair, mert Európában hiány van pilótákból. A tanfolyam önköltséges 120 ezer euróba, azaz 38 millió forintba kerül. A befektetés azonban viszonylag hamar megtérülhet, mivel a légitársaság a sikeresen vizsgázóknak azonnal állást ajánl, és a kezdők fizetése havonta 3000 euró körül alakul. Ez már egy nemzetközi minősítés, a nemzetközi minősítésben belül. A pilótaképzést az önkormányzat is támogatja. Kovács Ferenc szerint ez egy nemzetközi jelentőségű siker. Itt egy nemzetközi képzőhely lesz, és egy olyan színvonalon, ami jót tesz a városnak, jó a város imidzsének, és azt gondolom, hogy a Nyíregyháza neve ilyen ügyekben forog, az mindenképp jót tesz, és ugye ezt nehéz megmondani, hogy milyen új lehetőségeket nyit, de biztosan nyit majd. A polgármester hozzáfűzte, a pilótaképzés a nyíregyházi főiskolának is jót tesz majd, és irányt mutat, hogyan kellene átalakítani a képzési arculatot. A nyíregyházi főiskola ugyanakkor továbbra is az egyetlen olyan magyar felsőoktatási intézmény, ahol légiközlekedési hajózó szakirányon folytathatnak tanulmányokat a közlekedésmérnök hallgatók.